Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Freitag, péntek. Samstag, szombat. Sonntag, vasárnap. Ez a jóslás eltart május 21-ig. Itt ez a három kártya jelenti azt, hogy mi történik pénteken. Nála látható, hogy nem jól érzi magát, hiszen támadják őt. Ez megviseli, hiszen itt igazságtalanságokról is szó van. Nem csak ez a férfi támadja őt, hanem a háttérben még láthatóak mások is, akik úgy figyelik az eseményeket, olyan rossz indulatúak, és pontosan ez, amit ő most áttél. Ez egy nagyon nehéz helyzet, hiszen neki sok mindent itt cipelni kell, itt az érmékről, tehát anyagiakról, vagy a munkahelyéről van szó. De nem fél, hiszen itt látható, hogy nem menekül el, védi magát, és a kezében van egy irat. Ez jelenthet egy hírt, vagy bizonyos szerződéseket, és ezzel a karttal eltávolítja ezt a helyzetet, vagy ezeket az embereket. Szombaton itt a kártyák mutatják azt, hogy mi várható. Itt a négyes szám jelenti azt, hogy mennyire fontos számodra, vagy számára a biztonság érzete. De mégis valahogy úgy fogva tartod magadat. Ez lehet félelem, bizonytalanság, vagy egy bizonyos helyzet, ami jelenleg fogva tart téged. Légy visszahúzódó. Itt a hold jelenti a vágyakat, az elképzeléseket, az álmokat is. Legyen meg ez a hited, hogy ez az álom megvalósul, de ne cselekedj, inkább várj, amíg ő közeledik hozzád, és itt látható, hogy ő irányítja az eseményeket, és jönni fog. Lesz egy új irány. Sőt, ez a kártya jelenthet utazásokat is. Változásokat, vagy utazásokat. Vasárnap az itt látható, a kártyák mutatják azt, hogy mi történik. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és uralkodsz a víz eleme felett, ami jelenti az érzelmeket. Nem csak te mutatod ki az érzelmeidet, hanem ő is közeledik hozzád, itt ez a kehely jelenti az ő érzelmeit, a kezében van egy levél, tehát lesz egy hír, ez lehet egy szerelmi vallomás is. Itt irányítani fogja a dolgokat ugyanúgy, mint itt is látható, lesz egy változás, egy új irány, sőt, mindkét kártya azt jelenti, itt lehet egy utazás is, talán a hétvégén, vagy tervez egy nyaralást veled együtt. És ez volt a hétvégi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!